Ezek a felvételek pont egy esztendeje december elején készültek a bátaszéki tűzoltóságon. Akkorra Hívd meg Levit egy kávéra című akció keretében nyújtottak támogatást a tűzoltók egy beteg kisfiú gyógyulásához. Az akkor átvett kép ma is kint van a parancsnokság épületében, emlékeztetve a segítség fontosságára. Idén újabb támogatási akció mellé álltak be a bátaszéki tűzoltók. Tavalyi évben is egy SMA 1-es gyermeknek segítettünk. Igyekszünk minden évben valamilyen tekintetben jótékonykodni. Gyakorlatilag családapák vagyunk, akik itt dolgozunk, jószerűvel mindenkinek van gyermeke, és átérezzük ezt a helyzetet. Ezért is volt érdekes ez a lépcsőfutó kihívás, amit teljesítettünk öten. Azt gondolom, hogy a magunk szerény módján nek az SMA 1-es kisfiúnak, Zsombornak, aki egyébként sajnos halmozottan beteg, hiszen egy nyitott szívsövénnyel született, és 5 hónaposan már volt egy szívműtétje. Úgy gondoltuk, hogy hozzájárunk a gyógykezeléséhez. Kovács Zoltán is részt vett a próbában. Azt mondta, saját kisfia volt az igazi motiváció. És mivel nekem is van otthon egy gyermekem, ezért átéreztem azt, hogy milyen jó, amikor egy 24 órás szolgálat után hazamegyek, és elém fut a gyermek, és azt gondolom, hogy ezt minden szülőnek meg kéne tapasztalnia, meg kell tapasztalnia, és akinek van lehetőség segíteni, azoknak segíteni kell, és mi ebbe a formába tudtunk segíteni, úgyhogy becsatlakoztunk a felhíváshoz, teljesítettünk ketten egyéniben 12 emeletet, és további 12 emeletet pedig 3 kollégánk váltóban teljesített. Tavaly is láttam, hogy a közösségi gyűjtés erejével 2 gyermeknek sikerült összegyűjteni a szükséges összeget, ezt a 730 millió forintot, ami szükséges ahhoz, hogy megkapja ezt a kezelést. Tavaly már sokat olvastam a betegségről, illetve arról, hogy ezek a gyermekek valóban egy oltástól tünetmentessé válhatnak, és normális fejlődést fognak mutatni, miután megkapták a kezelést. Miközben a jótékonysági akció zajlott, a jövő esztendőre nézve jelentős átalakulás fejlődés híréről kapott értesítést Bóta Gyula parancsnok. A jelenlegi gazdasági helyzet ellenére hál' Istennek 4 fővel fogunk tudni bővülni, tehát a jelenlegi 8 fő státuszunkat 12 főre fogjuk tudni bővíteni. Mi azt mondja maga után, hogy teljesen át kell rendeznünk a szolgálatszervezést, az itt dolgozóknak a vezénylését, illetve magát az oktatási rendszert is egy picit meg kell reformálnunk, illetve magát az infrastruktúrát ehhez képest növelnünk kell. Hétfőtől péntekig a bátaszéki tűzoltóságon most már mindig bent lesz 4 ember. A jelenlegi rendszer az úgy néz ki, hogy egy szolgálatvezető, illetve egy híradó ügyeletes van bent a laktanyában, 2 ember pedig készenlétet ad otthonról, és így kell teljesítenünk a 8 perces kivonulási átlagot. Azt gondolom, hogy szervezettebben és hatékonyabban fogunk tudni működni.